Földrajz 7. osztály. Mitől sós a tenger? A tengerek vize sós, ezt tudja mindenki. A tengereknek a sótartalma nagyobb részt nátriumkloridból áll, de tartalmaz még káriumkloridot, illetve más sóféleségeket is. Magyarországon is egyre többen tartanak otthon tengeri akváriumot, amihez persze tengervíz lenne szükség. Ők azonban csak úgy tudnak vizet cserélni, ha bekevernek néhány 10 liternyi megfelelő arányú sós vizet. Ti vajon be tudjátok-e úgy keverni, hogy a tengeri élőlények ezekben az akváriumban megmaradjanak? A világtengerek átlagos sótartalma 3,5 tömegszázalék. Ez azt jelenti, hogy 100 g vízben 3,5 g só található. Ebben a vizsgálatban, tehát állítsunk elő tengervizet. Ez szükségünk van konyha sóra, mérlegre, amelyen lemérjük a megfelelő mennyisége, üvegkádra, valamint vízre. Az üvegkádban 400 g-nyi víz található. Ez még jelen pillanatban édes víz. Ahhoz, hogy ebből tengervizet állítsunk elő, ki kell mérnünk a megfelelő mennyiségű só mennyiséget mérleg segítségével. Ehhez a vízmennyiséghez összesen 14 g sót kell elkevernünk. Miután kimértük a megfelelő mennyiséget, keverjük el a sót a vízben. Már is megvan a tengervízünk. A következő vizsgálatnál a sós víz párolgását vizsgáljuk meg. Főző pohárba öntsünk egy kevés tengervizet, amit az előbb kikevertünk. Ezt a tengervizet rakjuk vashálom lábra, és bunzenégő segítségével melegítsük. A sós tengervízünkbe cseppentsünk pár csepp ételfestéket. Várjuk meg, míg a főzőpohárban lévő víz eléggé nem gőzölög. Nem kell megvárni, míg fel nem for. És miután gőzölög, egy fémkanalat tartsunk a gőz fölé.
Miután gőzölök, egy fémkanalat rakjunk a gőzbe, és várjuk meg, míg itt a fémkanálon ilyen vízcseppek nem képződnek. Ezután a vízcseppeket kóstoljuk meg, és lám, a megkóstolt víz édes ízű lesz, már nem tapasztaljuk azt a sós ízt, mint a tenger esetében. Tehát a vízcseppek a kanál oldalán édes ízűek voltak.